Az M0-áson közlekedőket megsarcolja, a tömegközlekedőket pedig csak hitegeti a kormány Vajda Zoltán szerint, aki azt nehezményezi, hogy elmaradt a kettes metró és a HÉV közlekedésének összekapcsolása. Az ügyben Máger Andreához és Palkovics Lászlóhoz fordult írásbeli kérdéssel a képviselőjelölt. Vendégünk Vajda Zoltán. Itt van már a stúdióban Vajda Zoltán. Jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Köszönöm, hogy itt látok. De sajtótájékoztatót tartott ma Kunhalmi Ágnessel, ebben a két témában, metró HÉV összekötetés és a másik az M0-ás autóút. Nézzük az elsőt. Elég régen elkezdődött a HÉV és a metró összekötetésének a ötlete, tervei. Most hol tart pontosan ez az ügy? Igen, maga a sajtótájékoztatót az ominózus Örs vezérterén tartottuk. Ez ugye mostában sok szempontból is a hírekbe került, de azért tartottuk Kunhalmi Ágnessel, az MSZP társelnökével az Örs vezérterén, mert ez az a helyszín, ahol a H8-as, H9-es, tehát a Csömöri és a Gödöllői hévet át kéne vezetni és össze kéne kötni a kettes metróval. És a témánk, az egyik témánk ez valóban erről szólt, és azért tartottuk, mert egészen felháborítónak tartjuk azt, hogy most már lassan másfél évtizede, tehát tizen jó néhány éve lényegében semmi nem történt. Nem, hogy egy kapavágás nem történt, hanem, tehát hogy egy kivitelezés nem kezdődött el, hanem még a tervezése sem történt. Na de akkor erről milyen döntés van, mert Szatmári Kristóf fideszes képviselő állítólag engedélyezési terveket készítette, tehát hogy tervezés azért volt már. Így van, tehát úgy folytattam volna, hogy lényegében nem történt ilyen, kiviteli tervek nincsenek, a belső szakaszokra már engedélyezési terv részben van, de ezeket nem mindegyiket sikerült engedélyeztetni, a külső szakaszra meg lényegében csak ilyen koncepciótervek születtek. Megint mondom, több mint egy évtized olyan időszak alatt, ahol minden fontos szereplő fideszes volt. Tehát egy fideszes kormányzás volt, egy fideszes főpolgármester volt Tarlós személyében, egy fideszes kerületi polgármester Kovács Péter személyében, és az ön által említett Szatmári Kristóf most már egy évtized a harmadik választási ciklusában megy úgy bele, hogy azzal haknizik, hogy ő a garanciája annak, hogy ez meg fog történni, és hogyha a kormányváltás lesz országosan, illetve helyben pedig váltás lesz, és őt leváltják, akkor megakad ez a kivitelezés. Én meg az ellenkezőt állítom, és a sajtótájékoztatón erről beszéltünk, hogy a bizonyíték az, hogy most már több mint egy évtizede nem történt semmi, hogy éppen hogy ők blokkolják, hiszen minden adott volt, politikai feltételek adottak voltak. És miért blokkolnak egyébként? Tehát nem tudják vinni, akkor inkább úgy fogalmazom, hogy nem tudják végigvinni, és mindig azt mondják, hogy következő ciklusban történik valami, ha még egy fél mondatot mondhatok. 2020, tehát tavaly október 15-én volt a Budapesti Közfejlesztések Tanácsának az ülése, a dátumot csak azért tudom, mert pont a születésnapom aznap, és azt hittem, hogy milyen csodálatos születésnapi ajándék, hogy végre kiderül, hogy felgyorslanak a kivitelezés, és be tudják valami belátható időn belül fejezni. Ott végül is az a közös döntés született a főváros és az a állam között, mert ugye ez a testület egy ilyen koordinációs testület a fővárosnak és a kormányzatnak, hogy átveszi ennek a projektnek a felügyeletét a kormányzat, és akkor ők fogják tovább vinni. Hát kiderült, hogy még mindig ennek a tervezési folyamatára egy későbbi kormányhatározat alapján 2023. december 31-ét határoztak meg. Tehát még a tervezésnek is addig kell csak elkészülni. Tehát most már akkor, ha addig tart, akkor másfél évtizedig csak egy tervezés lesz, és ha még egy ilyen rémisztő dátumot mondja, mert ez is ugye drámai távol van, tehát három év távlatában a döntéstől számítva, maga a kivitelezésnek pedig a céldátuma egy úgynevezett agglomerációs vasúti stratégia alapján 2040, nem volt szótévesztés, 2021-ben, 2040-es céldátumot határoztunk meg. Az állításunk az, hogy ez drámai, hogy van, hogyha az állam tényleg azt mondja, hogy fontos az agglomerációban élőknek a közlekedése, és ez nem csak a 16. kerület, ahol miért ezt kérdezték? A írásbeli kérdésben a Magyar Andreához azt kérdezték, hogy mi a céldátuma. Hát a céldátum megvan, 2040. Azt kérdeztük, hogy tud-e valami közbülső dátumokat mondani, vagy csak egy ilyen végeláthatatlan távú dátum. Az írásbeli kérdésünk közül az egyik az volt, hogy valami konkrétumokat meg tud-e fogozni közbülső dátumokra. Ha a kormányzat komolyan gondolja, hogy fontos a közlekedés, még egyszer mondom, nem csak a kerület, amit én szeretnék képviselni, amikor ez egy képviselő vagyok, tehát ez a 16. kerület Kertváros és Alsórákos, hanem azt gondolom, hogy Budapest egészének a közlekedését ez segíteni, és ehhez képest egy drámai távoli van, és mondom, politikailag pedig azt kommunikálják, hogy ők ennek a garanciái, szerintem pedig éppen úgy ők a kerékkötői. Azt tudják, hogy mennyibe kerülne? A kivitelezésre mi nem is tudok ilyen számokat, 100 milliárdos nagyságrend van, én ezt nem tudom, hogy másik téma, M0-ás körgyűrű kapcsán, díjkötelesség kapcsán, mi a probléma itt, ingyenessé szeretnék tenni az M0-ást?
nem szeretnék populista lenni, tehát szerintem az teljesen elfogadható, ha mondjuk autópályák tekintetében díjköteles autópálya, ez egy olyan közlekedés, amit teljesen elfogadható, hogy az autósoktól kérünk ezért pénzt. Az M0-as viszont nem egy autópálya, hanem egy fontos elkerülő út. Ugye a közelmúltban volt, hogy egy elhúzódó felújítás miatt hihetetlen dugók voltak a fővárosban miatt, és akkor láttuk, hogy mennyire fontos az M0-asnak a szerepe. Ugye két szakaszon is díjköteles az M0-as, az M5-ös és az M4-es között, illetve az M3-as autópálya és a 2-es főút között, ideértve a Megyeri hidat is. És egyébként egy zárójeles mondat, ez a nemzeti útdíj ellenőrző, nem is tudom, ebben az országban minden nemzeti, azt tudom, de van egy ilyen cég, amelyik ellenőrzi az útdíj fizetést. A 2019-es statisztikáit megnéztem, minden ötödik pótdíj fizetés az országban pont az M0-áson van. Tehát a fővárosiakat szerintem ezt csak sarcolni akarják, mint hogyha büntetni akarnak a fővárosiakat. Elfogadhatatlan az M0-as, ami egy nagyon fontos elkerülőt, immáron hatodik éve díjköteles. Miért? Annyit mondjunk még, mert lejárt az időnk, hogy ha az ellenzék nyer, akkor ingyenessé tennék az M0-ast? Én szerintem egyértelmű, hogy két dolgot kell csinálni. Egyrészt folytatni kell egy kivitelezést, tehát az északi szektort be kell fejezni valamilyen módon, ez is évtizedek óta adósság, és szerintem egyértelmű, hogy nem lehet tovább sarcolni a fővárosiakat, ez egy fontos elkerülőt, és ezt a két szakaszt ingyenessé kell tenni, ami teljes egyértelmű, és akkor az egész M0-as ezzel akkor ingyenes. Szerintem sok ígéretet kell tennünk a fővárosiaknak és az országba, ez egyik, amilyen, én ezt is képviselni fogom. Köszönöm, hogy elmondtam mindezt. Köszönöm, hogy itt lehettem. Thank you.